A szervezők elmondása szerint a péntektől vasárnapig tartó rendezvény célja a város népszerűsítésén túl, hogy a vállalkozók és a kézművesek bemutassák a termékeiket. Alapjában adott egy ilyen helyszín, egy ilyen Tiszapart, amire büszkék vagyunk, és amelyik nem mindenhol van, ilyen gesztenyefasorral, és ugye van egy biológiai fenomén, tehát a tiszavirág, és hát ezt próbáltuk úgy ötvözni, és ebből próbáltuk egy ilyen rendezvényt kialakítani. Ez a rendezvény nem csak a Tiszához, hanem azon belül egy furcsa és rövid ideig tartó természeti jelenséghez, a tiszavirágzáshoz kötődik. Borutca, kézműves kiállítás és hangulatos megvilágítás várja a látogatókat. Minden évben kijövök a fesztiválra, ha kicsit, mint ahogy ma is, de kilátogatok, mert szerintem jó, hogy történik valami. Rajongom a tiszavirágért, és ezért örülök, hogy ez kapcsán van egy ilyen fesztivál. Nem mindig sikerül úgy időzíteni a fesztivált, hogy pont láthassuk ezt a csodát, viszont én minden évben megnézem azért a tiszavirágzást Adán, ahogy van alkalmam. Örülök, hogy itt kézművesekkel is találkozhatok. Én kézműves szappanokkal foglalkozom főleg. Különböző gyógynövényes, van zsájászappanom, citromfüves, vannak különböző illatú, most a levendula, a sláger. Nagyon szeretem Zentát, mivel hogy itt élek, és kicsit kötelességemnek is tartom az, hogy minden rendezvényen itt legyünk. Régebben mint vendég, most pedig mint kézműves. A szervezők számos programmal, koncertekkel, fáklyás hajós felvonulással várják az érdeklődőket a zentai Tiszaparton.